Szép jó estét kívárok üdvözlök mindenkit, ez itt az Élő Csillagászat Kis Lászlóval című csillagászati online magazin műsor a Svábhegyi Csillagvizsgáló kiadásában minden héten szerdánként este 8-kor. Ugye a második évad, tizedik rész, aki nem tudná, ez az utolsó rész ebből az évadból, tehát mondhatnánk azt is, hogy évadzáró eseményünk van. Mielőtt elkezdjük a konkrét adást, egyrészt üdvözlöm a visszatérő nézőinket, másrészt üdvözlöm az újonnan érkezett nézőinket. Számukra mondom el azt, hogy ugye az este folyamán egy 40 perces blogban körülbelül csillagászati újdonságokról, érdekességekről lesz szó, utána pedig egy nagyjából 20-25 perces blogban a kérdésekre fogok válaszolni, amelyeket a komment folyamban lehet föltenni, föltételezze, hogy bot támadás nem ér minket, akkor nyugodtan majd a kollégáim, akik a háttérben figyelnek, szépen összegyűjtik nekem a kérdéseket, és akkor ezekre fogok tudni élőben válaszolni. Ugye az első évad egyszer reagált közéleti témára, ugye amikor a volt a századik évforduló, akkor egy ilyen kis eszmefuttatást mertem megengedni önmagam határon túli eredeteire kicsit építkezve. Ugye mostanában is sok minden zajlik a közbeszédben, közéletben, ezekre az élő csillagászat nem kíván reagálni. Azt azonban hadd vegyem elő a Csillagászat és Földtáj Kutatóközpontnak az értéknyilatkozatából, és ezt egyből módosítsam is a Schwabhely csillagvizsgáló értéknyilatkozatára, hogyha ezt megtehetem, a csillagos égbolt mindenkié. Nemre, bőrszínre, vallásra, szexuális orientációra, bármire tekintetbe, tekintet nélkül, a csillagos égbolt mindenki, akit érdekelnek a kozmosz titkai, azokat mindannyik, azt mindenkit szeretettel várunk a Svápé csillagvizsgáló programjain, akár élőben, majd valamikor jövő tavasszal, akár online a következő hetekben. Úgy gondoltam, hogy ezt szükséges megfogalmazni. A másik állítás, amit szeretnék megtenni, és hát múlt héten már be, hírbe Meteor Csillagászati Évkönyv 2021 megérkezett. A Nyomdából a Magyar Csillagászati Egyesület egyik fő kiadványa. Idén a jövőre vonatkozólag, ha jól látom, 328 oldal színtiszta csillagászat. Annyira friss, hogy. Ááá, ah, igazi, az a klasszikus igazi nyomdafesték illat lengi át még a lapokat. Aki a Magyar Csillagászat Egyesületbe belép, takként ezt az évkönyvet megkapja a tagsága mellé, de aki nem kíván belép az Egyesületbe, az is majd a jobb könyvesboltokban ugye megtalálja, illetve magától az Egyesülettől megrendelheti. Itt a Svábhéj Csillagvizsgálóban is fölhalmoztunk egy százas készletet, amikor majd nyitva leszünk, a jövő évi csillagászati évkönyv nálunk elérhető lesz. Erről még majd fogok egyébként kicsit többet is mesélni. Azonban csapjunk bele a lovak közé, mi történik. Azt látom, hogy a fejemet levágom, úgyhogy itt mindig megy ez a ügyeskedés utolsó pillanatban. Nem baj, majd egyszer csinálunk egy baki parádét az élő csillagászatnak a hibáiból, amit elkövettünk technikailag. Na, tehát, friss fotók és megfigyelések, amiközben a múlt hét óta gyűjtögettem, mint a gyűjtögető életmódot folytató ősember a internet bugyraiban a legízesebb, leg leggusztusosabb, leg nem is tudom, ilyen cu, cupákosabb csillagászati fo, friss fotóért, Folyamatosan szembe jött, hogy nincsenek mélyég megfigyelések. Hát miért nincsenek mélyég fotók, tehát galaxisok, de még akár üstökösökről sem nagyon? Hát mert ott a nagy tepsiképű, a telihold az elmúlt napokban csúcsosodott ki az égen. Ilyenkor a teliholdat kell fotózni. Ugye Szakáli Nikoletta ezt tette, meg november 29-én egy hold a keleti égen. Fantasztikus színek látszanak ezen a fotón. Zseli József másnap, november 30-án már egy kicsit csarbuló hold peremen már krátereket is képes volt rögzíteni a fotóján, ettől függetlenül ez nyilván a nagy is strandlabdát adja vissza számunkra pár nappal ezelőttről. A napon történik valami. Mondhatnánk kisé népies fogalmazásra, hogy jól láthatóan valami már mammogtatja a nap oda benne, és jönnek az újabbnál újabb napfoltok, Ugye november 29-én Benei Balázs föliratozott is egy fotópárt az éppen látszó aktív területekről, amelyek közül a legnagyobb az itt középen, ez a hatalmas nagy, a 2766-os, hogyha jól látom minden a számát, ami igazából a legnagyobb kiterjedésekor 100 ezer kilométert meghaladó átmérőjű volt. Hadd kérjek 100 ezer kilométer. Ha ez a 100 ezer kilométer, akkor a Földnek a 13 ezer kilométer átmérője az ennyi. Tehát a Földünk nő egy olyan hétszer nagyobb átmérőjű, az a folt a nap korongján, nem véletlen egyébként, ez egy szabad szemmel is látszó napfolt volt, még mindig ott van a napkorongnak az elején, csak már a széle felé, kipördülve. Különböző amatőrcsillagászok különböző fotókat készítettek, és Eli Józsefre visszatérve a látható fény tartományában egy ilyen szép képet készített, aztán a kalcium K vonalon, ami egy ionizált kalcium vonal, szépen kijönnek az aktív területeknek a fákja, mező is. Tehát mostanában az elmúlt napokban a napot nagyon érdemes volt észlelni, fotózni. Balázs Gábor Dabasi középiskolás rakta ki a Facebookra ezt a fotót, amikor megláttam ezt, azonnal tulajdonképpen odaírtam kommentként, na, Izland a napra költözött. Tehát ha valaki ismeri Izland térképen meglát, megnyilvánuló körvonalat, hát ez fölismerheti. Lehetne egyébként kacsárnak is nevezni, de én maradjunk inkább az Izlandnál. Szerintem az izlandiak megunták a jeges időszakot ott az északi sarkkör környékén. Itt tűnjek el, Áldott Gábor november 29-én egy fantasztikus részletességű fotót készített erről a, hát mondjuk így, hogy izland alakú napfoltról, belül az umbra, körülötte a penumbra, kis foltok, pórusok, rengeteg-rengeteg millió számra, egy cejsz távcsővel. Szerintem nagyon szép volt most a nap az elmúlt napokban. Wingler Béla, december 1-én, tehát tegnap, itt már azt mondaná, rögzítette a napot, itt már azt mondaná, a napkorunk pereme felé nem Izlandra emlékeztet, inkább egy csigára. Itt a csigaház, és ott pedig a csiga kidugta szarvait előre. Természetesen ezek, hogy mire hasonlít, ennek sok tudományos jelentősége nincsen, de mondjuk így, hogy ragadjuk meg a képet, ha már nem tudjuk kézzel megtenni. Két egzotikus megfigyelésre jelentkezett az észlelések.mcl.hu észlelős gyűjtő oldalon Kereszti Zsolt, a koronaboreális csillagvizsgálóból spektroszkópiai megfigyeléseket küldött be. A legelső képen, és szerintem érdemes is, hogy eltűnjek, a nap, a a holdról készített egy színképet. Itt jobbra fenn látszik a hold, ott keresztbe a holdkorongon fölbontotta a fényt színeire. Itt alul látható a színes csík, amikor szépen föl van bontva a spektrográffal. És hát igazából a hold színképe az nem más, mint a visszavert napfény, amire ráülnek a Földi légkörben keletkező elnyelési vonalak. Ugye kékkel bejelöltem, ez a nagyon erős elnyelés itt az infravörös tartományban, ez valójában az oxigén kétatomos oxigén molekulának az elnyelése. A feketével bejelölt spektrumvonalak azok ugye a nap színképéből származnak. Ennek sok tudományos nagy jelentősége nincs, de hát a napnak a színképét így a legkönnyebb fölvenni. A másik színkép, amit szintén a Koronaborális Obszervatóriumú kereszti Zsolt készített el, az ugye a Mars bolygónak a színkép, amit tulajdonképpen megint csak visszavert napszínkép, földi légkörnek az elnyelési vonalai, ez itt nagyon erős, ez a 7560 angströmös, vagy 756 nanométeres duplet, oxigén dublet, egy-két vonalnál ő bejelölte, hogy azok a marson, Marsban keletkeztek volna. Én ezeket fogalmazom úgy, hogy jobban megvizsgálom, ez tényleg úgy van, ez nem olyan egyértelmű szerintem. De a képe az egyértelműen gyönyörű. November 28-án szokásos c C14-es schmidt teleszkópjával nagyon szép részletdús fotót készített az imáron fogyó marsról. Ugye jól lehet látni, nem teljesen kör alakú a korong, itt a déli pólus sapka szinte már alig-alig látszik, és hát valójában, amit ennek a képnek az érdekessége, hogy azt vártuk, hogy majd a mars vihar, az a marsi porvihar, az majd esetleg beteríti az egész bolygót, hát nem, nem terítette be, viszonylag lokalizált maradt. Ugye erről a Marsi Porviharról a Schwabhelyi Csillagvizsgáló.hu oldalon Kis Áronnak ma jelent meg éppen egy friss cikke, egy harmadik írás egy cikk sorozaton belül. Itt hadd tűnjek el egy pillanatra, mert annyira jó kép, ne csúnyítsam el, tehát vannak dolgok, amiket nem szabad az én arcommal elrondítani, fényes lóránt képét a National Geographic választotta a novemberi hó képének az Androméda ködről. Ugye az Androméda köd pár, pár, műsorral korábban volt témánk, ugye fényes lóránt két hónapig gyűjtötte a fényt, és utána egy hónapig dolgozta föl az öt mozaikból összerakott széles látószögű képet a közeli spirálgalaxisról, ugye 2,5 millió fényévre, és nagyon szépen kijöttek a csillagkeletkezési régióknak a rózsaszín foltja, a fiatal csillagok kék területei, a két messzi kísérő galaxis, meg még talán a kiskutya füle is, hogyha nagyon jól megnézzük. Innen is gratulálunk Fényes Lórádnak, nagyon szép fotóhoz és az elismeréshez, ahogy a National Geographic lehozta hó képeként. Simon Zsók Anett fotójára tegnap bukkantam rá, ő a Telescope. live nevű interneten keresztül bérelhető távcső szolgáltatótól egy, ha jól emlékszem, 10 cm-es távcsövet használt, nagyjából egy órányi h expozíciókra Ausztráliából. A célpont, amit lelőtt, itt mellettem ez a, nem a másik ezen, amit mellettem ez a vöröslő nagy valami, ez nem egy valamilyen mondjuk így végstádiumban levő betegből eltávozott anyagmennyiség, hanem az éta karinének a ködje. Az éta kariné egy 8000 fényévre található nagy tömegű kettős csillag. Ugye 1840 es évben volt egy nagy kitörés, akkor a Sirius fényességével ragyogott, most nagyjából 5 magnitudós maga a csillag, nem is nagyon látszik ezen a képen, és ez a hatalmas nagy hidrogén, hidrogén gáz felhő veszi ezt az objektumot körbe. Tehát éta kariné, mondhatnánk azt is, hogy hát oroszosabb latinnal éta kariné, ugye a karina csillagkép éta jelű csillagát övező hát csillagköd, vagy gázköd. Nagyon szép, gratulálunk az észlelőhöz. Gratulálunk az észlelő eredményéhez. Viszont az időtartományú csillagászat is belepökött egy nagyot a levesbe, amikor egy orosz amatőr csillagász a Nova Perzeit felfedezte november 24-éről, 5 ére véradóra. Ugye a Nova robbanások, azok ugye kölcsönadó kettős egy fehér törpe szívja az anyagot a kísérőjétől, és a kellene nagy mennyiség anyag összegyűlik a fehér törpe felszínén, akkor ott a termonukleáris reakciók beindulnak, és mint egy gigantikus hidrogénbomba fölrobban, vagy hát lerobban a fehér törpe felszínéről, akár 10-15 ezer km/s sebességgel, de inkább 2-3 ezer km/s sebességgel, a gáz héj, a gáz anyag. Ezt látható fényben úgy látjuk, hogy nem volt egy csillag, aztán lett egy csillag. Ugye ez a villogó képpár mutatja ezt, és hát ugye az északi égen relatíve fényes Nóva már viszonylag rég volt, hogy a galaktikus nóvák azok tipikusan Sagittarius, Scorpius, Carina, Kentaurus, tehát a tejútnak a sűrei régiójában szoktak föltűnni, a Cygnusban is néha van, Aquillában is, ugye a Cassiopeában, nem még a Cepheusban is, a Perzeusban is időnként van, ugye a Nova per 1901, az egy nagyon híres nóva volt 100 évvel, 120 évvel ezelőtt. Ez nem annyira fényes, mint a Nova per 1901 volt, ennek egy friss képe, Landi Jebnár Mónika szombat, nem, vasárnap hajnali képén mutatja magát ezt a csillagot, nagyjából olyan 8 magnitudós látszó fényességű, tehát szabad szemmel nem látszik, de kis binokulárokkal már megkereshető. A csillag történetéről részletesen írt Friedrich Robert a vendégcsillagkereső.blogspot.com oldalon, ahol az AVSO, az Amerikai Változó Csillag Észörő Társaságnak a kereső térképét is kirakta Nova Perzei 2020 elnevezésű csillagról. Ha jól emlékszem, talán V1112 per a végső neve, de most itt a számok kapcsán nem merek teljes magabiztossággal nyilatkozni. Minden esetre a tegnap előtti adatokkal együtt fölrajzolt fénygörbe, az azt mutatja, hogy az első hét napban a fölfedezéstől kezdve az látható itt, tehát egy nap, kettő nap, három nap, négy nap, öt nap, hat nap, hét nap, nyolc nap, kilenc nap. Na jó, az első kilenc és fél napban a felfedezéskor 10-11 magnitudós csillag lassan fényesedett, és ezekben a napokban olyan nagyjából 8 és fél, tehát 8 és 9 magnitudó között megkereshető a Perzeus csillagképben. Azért a kasszívopártól lefelé, hogyha a kelet felé nézünk. Ilyen tájt. Lényeg az, hogy tehát ez kis a megkereshető, a következő időszakban várható, a következő néhány hétben, hónapban, lényegében tavaszig várható majd, hogy szépen halványodik, és lehet ilyenkor követni, mint az üldözött szarvast, ahogy a vadász ebek üldözik, úgy az kíváncsi amatőr csillagászok is üldözhetik a csillagot a halványodása során, meddig leszünk képesek megpillantani ezt az új csillagot, a Perzeus Csillagképben. Ennyit a friss megfigyelésekről, térjünk rá a híreinkre. Ugye a, a csillagászat.hu, a csillagászati hírportál szokta ehhez a puskaport szolgáltatni. Jellemző módon az elmúlt napokban megjelent hírek közül vállaltunk. Itt azonban megint csak vannak olyan friss dolgok, amik mellett nem szabad elmenni, és úgymond csak a konzervanyagot fölmelegítve, kitállalni egy ilyen szerdai asztró vacsorát, kedves nézőinknek. Elsőként egy vitára hat hívjuk föl a figyelmet, a foszfin a Vénusz körül, problémás. Ha emlékszünk, akkor szeptemberben az évadnak, talán a legelső részében, vagy talán a második részében, a nagy dobokkal, hogy akkor foszfint, pH3, tehát foszfor és 3 hidrogén, ből álló molekulát detektáltak az ALMA rádiócsillagászati műszerrel Csílében. Ugye a, a szerzőnk Sóda Rádán meglehetősen próbálta frappánsan megfogalmazni a helyzetet a foszfin kapcsán. Fogy a levegő a vénuszi foszfin körül, de a foszfin még tartja magát. Ugye a probléma az az volt, hogy maga a detektálás a rádió tartományban egy színkép elemzésnek volt köszönhető, és amikor az adatok amikor az adatokat mások is kézbe kapták, azonnal jöttek a vita cikkek, hogy azokból az alma adatokból igazából nem is mutatható ki egyáltalán a foszfin. Azóta jönnek pro és kontra az elemzések, ugyanazokról az alma megfigyelésekről. A legutolsó verzió, vagy a legutolsó, vagy mindmáig a legutolsó szó az eredeti szerzőktől származik, akik november 16-án revideálták a korábbi elemzésüket, és itt ezt a spektrumot közölték, hogy ebbe a szőrös valamibe, ami olyan, mint egy ilyen, hát nem is tudom, mint egy ilyen mező, vagy kinna réten a fű, és benne ez a kis zöld lelö, jelölt lelöttyenés lenne a módosított adat elemzés után a foszfinnak a jele. Ők azt mondják, hogy hát ők még mindig hisznek a foszfin létezésébe a Vénuszon, csak már nem 20 milliárdod, tehát 1 milliárd molekulábú 20 darab foszfin, hanem 6-szor kevesebb 3 milliárdodnyi koncentrációban vélik kimutathatónak a foszfint a Vénuszban. Szerintem egyértelmű a helyzet, új megfigyelésekre, további megfigyelésekre van szükség, és nyilván legjobb enne helyszíni méréseket végezni. Az egy másik kérdés, hogyha én döntéshozó lennék, és azzal jönne nekem valaki, hogy figyelj Laci, vagy figyelj főigazgató, úr, vagy figyelj elnök úr, vagy nem tudom, valami magas poszt. Adjál nekem egy milliárd dollárt, vagy egy milliárd eurót, vagy 500 milliárd forintot, mert el akarok küldeni egy szondát a Vénuszra, hogy a foszfin megmérjük, hogy ez alapján vajon meg tudnám ezt, vagy merném-e megítélni? Erősen kétlem. Tehát a foszfin kapcsán a kérdőjelek azok szaporodnak. Szintén kétszer is szó esett, vagy hát kétszer esett szó a következő kérdésről, az Arecibo-i 305 méteres óriás rádióteleszkóp állapotáról, amiről ugye legelőször szeptemberben már beszéltünk, amikor hogy augusztusban elkezdett, leszakadt az egyik ilyen nagy tartószerkezet, Utána, múlt, pont múlt héten volt az a téma, hogy a National Science Foundation az elhatározta november 19-én, hogy le, lebontják az Arecibo-i rádioteleszkópot. Nos, Arecibo azt mondta, hogy ha én, ti le akartok bontani, akkor én nem foglalkozok veletek. Tegnap, december 1-én összedőlt. Tehát volt egy ilyen több száz tonnás szerkezet középen, amit eredetleg négy drót tartott ki. Négy drót feszített ki, hogy a Gregory Focus platform. Na hát ez az egész hóbelevánc leszakadt. Tehát mondhatjuk azt, hogy Areszibó nem várta meg, hogy megérkezzenek a mesteremberek, hogy le szétszereljék a rádioteleszkópnak az antennarendszert, hanem önmaga is összedőlt. Nyilvánvalóan a rádiócsillagászok most gyászolnak a világban, hát ez egy másik kérdés, hogy mi lesz majd akár a helyszínnel, a rekonstrukcióval, akár lesz-e bármi, ami pótolja Arecibo-t abban a formában, ahogy az elmúlt majdnem 60 évben működött. Friss, ropogós hírecske, ugye közet mintáért indult a legújabb kínai holtszonda, és vasárnap már pályára is állt a hold körül. És teszem hozzá, ma pedig le is szállt. Tehát ténylegesen ez egy nagyon-nagyon-nagyon friss, ropogós sírecskénk. Ugye emlékeztetek rá, november 23-án elindult a Csange 5 hold egy eredetileg 8 tonnás űreszköz, amit ugye a hosszú menetelés 5 elnevezésű rakétával indítottak Kínából. A cél 44 év után újra hozni holdkőzet mintákat, ugye az oroszoknak, a, vagy a szovjet űrkutatás Luna missziói után, 76-ban volt utoljára, hogy jött holdkőzet vissza, de akkor néhány száz gram. Itt a kínaiak a technikai demonstráció mellett megfogalmazták célként, hogy egy egész más típusú holdterületről két kilónyi holtközetet idehoznak hozzánk, és hát vélhetőleg majd árulják az Alibabán, vagy az Amazonon, vagy nem tudom, hol lehet árulni, holdközeteket nyilván elemezni fogják. A kiválasztott terület, ahol a Csange 5, ugye a holdistennőnek az ötödik kiadása leszállt, az a Römker hegy, ami ha azt mondom, hogy 1,2 milliárd évre becsülik a geológiai vizsgálatok alapjának, azt mondja az ember, hogy hát kit érdekel, hát az iszonyatosan öreg. Ugye a hold keletkezéséről azt gondoljuk, hogy 4,5 milliárd évvel ezelőtt történt, amikor egy mars méretű planetezi egy ilyen bolygócsira beleütközött a Földbe, és a kidobódott anyagból jött létre a hold. Tehát alapvetően a hold kora az a 4,5 milliárd év. A holdi kőzetek kora általában 4,5 milliárd év. Ez a terület azért fiatal, mert a, fe, a felszín alul, a, a, hold kérge alól a felszínre áramlott az olvat magma, és a friss ki a területeket, és ma, máig mindösszesen annyi kráter csapódott be, amiből meghatározhat, hogy mindösszesen 1,2 milliárd éves. Tehát egész más típusú kőzetet várunk innen, mint a korábbi hold expedíciónál, amik mind vénségesnél vénebb holdi területeket látogattak meg. Tegnap, december 1 ugye de ma volt, tehát tegnap, tegnap, tehát de december első, le is szálltak, ugye a legelső fotók, ilyen boldog kínai irányítókat mutogatnak, hogy na, leszállt a vackunk a Holdon, már egy Twitter accounton keresztül Nagy Szabolcs közvetítésével, ide eljutott hozzám is, az a felvétel, amit az egyik kamera a Csange 5 holcondán készített, ezt nézzük meg, mert annyira szép, hogy tényleg az embernek szája eláll. Szeme-szája eláll, fogalmazunk így, repülünk a hold felszíne fölött, és akkor, hú, 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 és akkor kráterek, kráterek, rettenetesen sok kráter, közben közeledünk, és az érdekes, hogy ugye nem tudjuk, hogy mekkorák ezek a kráterek. A Mernek az az érzése, hogy teljesen hipnotikus az egész, hogy közelebb és közelebb kerünk, és ugyanannyi ugyanakkor ugyanakkorának látunk. Tehát lehet látni rettenetesen sok van a Hold felszínén. És akkor ott még legkisebb méret skálákon és na hoppá, ott most mindjárt befordulunk, rum, és akkor leszálltunk a Holdra. Azért, na, azért legyünk már büszkék most nem fölítleg Kínára, hanem az emberiségre. Ilyeneket átélni, látni, tényleg azért, na, működik a tudomány. Hasonlóképpen működik a tudomány a mars felé haladva is. Ez egy ilyen clickbait, tehát klikvadász címadáson átesett szerzemény. Ugye a mélyűrben sincs tökéletes csend, de nincsen, hát nincsen levegő továbbító, semmilyen, vagy hangokat továbbító, hanghullámokat, hangokat továbbító levegő. Ettől függetlenül hogy a Mars felé most tart a Perseverance rover, ami majd februárban fog odaérni a vörös bolygóhoz. És a fedélzetén van egy egyébként tényleg a Marson hangok érzékelésére szolgáló műszer, ami érintéssel érzékeli a rezgéseket. -hú 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 -hú. Így rezegnek bizonyos eszközök, le van a cikkben pontosan, hogy minek a rezgését halljuk, Hallgassuk ezt meg. Elhallgatok, mert maga a hang is igen halk. Én javaslom, hogy mindenki majd hangosítsa fel a számítógépét, és ha majd a legvégén beleordítok, hogy eddig tartott, akkor mindenki szithat, hogy miért nem tudom én a hangot szabályozni pontosan. Tehát kezdjük, hallgassunk bele ebbe a nagyjából 53 másodperces hangfájlba. tételezzük föl, hogy lehetett hallani. Én azt gondolom, hogy lehetett hallani, megtettünk mindent, hogy lehessen hallani. Ha véletlen nem, akkor a csillagászathu megkereshető, be van linkelve. Valami, valami, kis fehér zaj, tehát ez zizegett ott valami, zizzen, csörren, zörren, ahogy ott áramlanak dolgok, meg, és ténylegesen a mechanikai rezgés a fizikai testen keresztül érkezik el a hangdetektorba. Na tehát, Ennyi lett volna a hírek szekció, és akkor átérnénk az este fő témájára, ami ugye második évad végén, néhány nappal Mikulás előtt, még több néhány nappal Karácsony előtt, még hat nappal többel Szilveszter előtt, és aztán ugye egy hónappal jövő év előtt, mindenképpen a következő 12-3 hónap látványos jelenségére próbál fókuszálni. Ennek az egyik közvetlen most is zajló eseménye, amit már Cseh Viktor is lefotózott tegnap, a Jupiter és a Szaturnusz együttállása. Ugye erről a hétvégén nyilatkoztam a Magyar Távirati Irodának, az mt nek maga a hír valami 46 sajtó mondjuk így installációban megjelent, és akkor csak, csak a vicc kedvére észrevettem, hogy mindenki azt emelte ki, hogy aki rövidlátó, annak december közepén összeolvadni látszik a Jupiter és a Saturnus, mert hogy mindösszesen 6 év perce lesznek egymástól. És akkor ilyen lettek azon nagy ritka jelenség, szabad szemmel is lehet majd látni, egy év fog válni a Jupiter és a Saturnus, közhíradó.hu, meg az összes többi, tehát egy, ezt emelték ki. Egy lényeg, ami lényeg, hogy mi történik, augusztus 21-én a metkep.hu oldalon már májusban megjelent ez, mint előrevetített hír. A december 21-én a téli napforduló az rendkívül közel, a Jupiter és a Saturnus, a naprendszer két legnagyobb bolygó, mindösszesen 6 évpercre lesz látható egymástól. Ez a kép, ami a Stellarium segítségével készült, azt mutatja, hogy a 6 ív perc az hogyan viszonyul tényleges a Jupiter átmérőjéhez, Szaturnus gyűrűjéhez, meg Hold rendszeréhez. És hát ezt nyilatkoztam a MT-nek is, hogy hát ilyenkor akár 200-250-szeres nagyítású távcsővel simán lehet 6 ív perces látómező. Egy látómezőben láthatunk két óriás holdat, és nem tudom megmutatni, mert lehetem a prezentenemet, kilenc darab bolygó holdat, négyet a Jupiternél, ötöt a Szaturnusznál. Ugye, ilyen típusú együttállás, ami azért a csillagászatban a látványos jelenséget produkáló fönforgásnak az egyik dominás jellege, amit itt a képen látunk, ez nagyjából tízezer évente van, ez elvileg időszámításunk előtt 13 ezerben volt, amikor a Jupiter eltakarta a Szaturnuszt, földi ezért stellárium pontosan számol ez azért egy nagyon ritka jelenség, amit most decemberben, december folyamán, ezekben a napokban folyamatosan végig követhetünk, hogy a Jupiter és a Saturnus egymáshoz egyre közelebb és közelebb kerül, és a kulmináció az majd december 21-én lesz. Itt most hadd tűnjek el egy pillanatra, mert ez is egy videó lesz majd. December 21-én este, hát igazából délután, 5 óra 11 perckor mutatja az eget Budapest környékén, vagy bajáról, azt hiszem bajáról az eget, 10 fokkal a horizont fölött egymás mellett, na, ott a Jupiter, és ott a Szaturnusz. Tehát tényleg, hogyha az embernek kicsit is rosszabb a szemed, mert rövid látó, akkor tényleg egy, fog olvadni a kettő bolygó, viszont ha jó ránagyítunk, akkor megnézhetjük a Jupiter négy holdját is, meg a Szaturnusz öt holdját is, tehát egy ilyen 15-20 centis távcsővel, két bolygó és kilenc bolygó hold lesz egy látómezőben aki megteheti, hogy karácsony előtti napokban nagyon jó délnyugati horizont kell hozzá, de ha megtett, hogy ilyenről megnézze a két bolygót, akkor azt tegye meg. De mint Cseh Viktornak a tegnapi fotóján is lehetett látni, már olyan most is tök közel látszik ez a két bolygó az esti égen. És akkor fel lehet tenni a kérdést, hogy jövőre, 2021-ben milyen látványos jelenségek lesznek, akár ilyen együttállások, akár más jellegű, hát mondjuk így látványosabb események. És akkor megint elővenném a Meteor csillagászat évkönyvet, ugye az elején mutattam, még egyszer megmutatom, tehát létezik, nem, nem, egy virtuális valami, egy ilyen könyv, 328 oldal. Hogy? Magyar Csillagászat Egyesületnél meg lehet rendelni, de ha belép az ember tagként, tagként 9500 forintért, akkor megkapja a tagság mellé, plusz a 12 meteor számot is megkapja. Végtel mennyiségű papírt kap az ember egy év alatt, nem cseh tagjaként. A címlapon a Sagittarius A rádióforrás környéket, tehát a tejútrendszer magja, Belül pedig egy rendkívül gazdag tartalom a csillagászati évkönyvbe, aminél most este igazából csak egyről beszélek, a kalendárium Ezt néztem, ezt nyálasztam át az elmúlt két napban, hogy milyen jelenségek lesznek 2021-ben. És itt kell, hogy elmondjam, hogy valójában, amíg átrágtam az évkönyvet, a csillagászati évkönyv mióta létezik, a MC-ek kiadása 89 óta, tehát azt akár is nézem, 31 éve már, mindig megvolt, mindig megvettem, mindig megkaptam tag tagságom mellé, úgy-úgy megszoktam már. És már elszoktam az elmúlt években, hogy úgy tényleg el is olvassam, hogy át is nézzem. És most, amikor készültem erre az előadásra, hogy na, milyen események lesznek 2021-ben, akkor vágott belém a felismerés, hogy a Fene meg -e mennyire értékes ez a kiadvány, mert ilyen részletességgel nincs egy honlap sem, ha ilyen szépen összegyűjtve, tényleg megmagyarázva, részletesen érthető módon az ember teljesen kezdőként is beleárthatja magát az égbolt felfedezésébe. Ugye az évkönyvben tradicionálisan vannak ismeretteljesztő cikkek is, ezekről most nem akarok beszélni, vannak beszámolók is, ezeket csak azért említeni, meg, mert valójában a csillagászati évkönyv, a tudományunk, a csillagászat mindenkori pillanatképét rögzíti, Papíron, ami demonstráltan évszázados időskálán is működő adathordozó, információ hordozó eszköz. Mutasson valaki egy honlapot, aki ma is pont, amelyik ma is pont úgy néz ki, mint 20 évvel ezelőtt. Nincs ilyen. A papír, tetszik, nem tetszik, bármi is szeretjük az elektronikus megoldásokat, az az, ami demonstrálta, hogy akár 500 év múlva is papírként elolvasható lesz a kalendárium része ugye, nagyon szerényen meghúzódik itt a tartalom jegyzékben, 13 tól 173 odig az egy 160 oldalas fejezet a friss csillagászat a fele az évkönyvnek, és ez egy nagyon gondosan összeállított mű, amiben nagyon sok ábrál, nagyon sok illusztráció is található. Például minden egyes hónapra, hó közepén, este, napnyugta után, talán mindig este nyolckor, de most meg nem mondom ezt pontosan, egy pillantás a déli horizont felé, tűnjek el egy pillanatra, hogy a déli égen milyen csillagképek láthatók, és föl vannak tüntetve ugye a bolygók is, ugye itt az Uránusz, ott van valahol majd lé, ott a Neptunusz, ott a Mars, tehát a csillagképek plusz a bolygók hó közepén déli irányba, és ha az ember hátrafordul, akkor a hó közepén az észak irányba is meg lehet nézni, hogy Hát hoppá, na hát ott van szépen a göncöl szekélyvel, átmenesen a Perzeus, már igazából lassan kezd lehanyatlani, a Nova Perzeit már igazából észak-nyugat felé kell majd keresni. Lényeg, ami lényeg, hogy az égről ad egy áttekintést. Az esemény naptár az rendkívül gazdag, és igazából azért is szorítkozom ma este az együttállásokra, mert a legtöbb esemény az valahogy arról szól, hogy valami valamihez közel látszik az égen. És amikor ezt az előadást elkezdtem fejbe összerakni múlt pénteken, akkor még úgy végig játszottam a fejembe a gondolatot, hogy akkor ezeket így megmutatom, és akkor majd, majd beszélek a tudományban is használható együttállásokról. Ugye az is egy együttállás, amikor napfogyatkozás van, hiszen a föld, nap, föld, na, ö, Na, nap, Hold, Föld együtt áll, egy alba esik napfogyatkozással. De ugyanúgy együttállás, amikor gravitációs hatással egyik csillag felerősít egy másiknak a fényét. Az is egy együttállás, amikor egy milliárd fényéről elő galaxis halmaz gravitációs lencsehatással megmutat egy 10 milliárd fényéről elő kvazár. Tehát egy csomó dolog, érdekes dolog köszönhet az együttállásoknak, és még a naprendszerben is, Ugye a Jupiter pár évvel ezelőtt elfette a 3C273 jelzésű kvazárt, tőlünk két milliárd fényévre is, hát igazából voltak, akik megpróbálták kimutatni a gravitáció terjedési sebességét ezen együttállásból. Tehát az, hogy az égén egymáshoz közel látszanak dolgok, annak igenis van tudományos haszna és de aztán rájöttem, hogy akkor másfél órás előadást tartanék, és nekem ugye szigorúan 40 percem van, és hát abból az 5 perces csúszással az elején még most van kb. max 10 percem. Tehát végül is abban maradtam, hogy maradunk a aktuális látszó égi jelenségnél. És hogy mennyire részléssel ki van számolva a dolog, hadd mutassam meg ezt. Igazából ez az első fél táblázat, ez január 1-től január 9-ig. Tehát minden hónapra, mind, gyakorlatilag minden napra valami történik. Ezek nem csak együttállások. Ugye megnézzük, akkor január 3-án a kvadrantidák meteorraj maximuma következik be a délutáni időszakban, tehát Magyarországon nézve a nappali órákban. Vannak üstökösök, van hold földközelségi adat, bolygók egymás mellett, tehát mindenféle együttállás és nem együttállás egyaránt ki van emelve. 21-es évnek mindenféleképpen egy nagyon érdekes tulajdonsága az a fönforgás, vagy az a tény, hogy ami 6 évenként szokott bekövetkezni, amikor a Jupiter holdjainak kölcsönös fogyatkozásai és fedései figyelhetők meg. Úgy amilyenkor történik, oda, inkább oldalkamerán próbálom elmagyarázni, Úgy a Jupiter körül keringenek a holdjai, valamilyen síkba. Mi a Föld, mi vagyunk a Föld a földünk is kering a nap körül valamilyen van, Ugye ez a föld pályasíkja az ekliptika. Ugye a Jupiter holdak pályasíkja, az valamilyen szöggel hajlik az ekliptika, és igazából miközben a Jupiter körbe megy a nap körül félkeringésenként, tehát nagyjából hat évenként, bekövetkezik az a néhány hónapig tartó időszak, hogy a földről nézve pontosan benne leszünk a Jupiter holdak keringési síkjába. Elismerem, bonyolultú hangzik, kicsit kell hozzá térlátás, meg síkok, meg keringés, meg megint csak a kiskutya füle, inkább a dolognak a látványát hadd emeljem ki. Június 4-én például a márciustól novemberig terjed időszak egyik leglátványosabb jelensége lesz látható, amikor az Io, itt a Jupiternek egy szimulált képe, balra tőle az Io látható, bele fog merülni a Ganymedesnek az árnyékába. Itt fölül azt lehet látni, a Ganymedesnek az árnyék kúpja, itt látható, hogy szépen halad valahogyan a térben, és az IO hold belemegy. Tehát tulajdonképpen egy holdfogyatkozás lesz, az IO hold fogyatkozása, amit a Ganymedes hold árnyéka fog okozni, amit azt tesz lehetővé, hogy a holda keringési síkja az úgy pont át fog haladni a nap korongján. A másik ilyen típusú kölcsönös fogyatkozás és fedés, amikor a földről nézve, visszajöhetek, földről nézve azt látjuk, hogy egymás mellett így hát eltakarják egymást, az azt kell, hogy a föld legyen benne ebben a síkban. Na lényeg az, hogy ez a június 4 jelenségnél azt fogjuk majd látni, hogy itt van megint csak, megint, bocsánat, itt nem mindig magamra mutogatok, hogy a Jupitertől balra lesz az Io, még kicsit, egész közel a Jupiterhez, mellette, messze a Ganymédesz, és amikor, nagyjából egy ilyen, ha jól emlékszem, egy olyan 20 percre, ez a közeli hold eltűnik. És aztán visszajön. Mert a Ganymédesz árnyékában fekete söté, sötétség fogja ellepni. Ez egy olyan jelenség, amikhez egy ilyen lényegében 50-60 szoros nagyítású, akár mekkora távcső, tökéletesen megfelel. Nyilván egy 100-150 szoros nagyítású távcső jobb, de már legkisebb, Jupiter holdakat megmutató teleszkópokkal is, amelyek követik az égbolt elfordulását, nagyon kényelmesen lehet ezeket a jelenségeket észlelni. Június 10-én! Mi is lesz június 10-én? Egy nappal leszünk a feleségem születésnapja előtt, ez vélhetőleg elég jelentős dátum, három nappal leszünk a középső fiam születésnapja után, tehát legalább két embert fog azon a héten boldoggá tenni, remélhetőleg. Na, június 10-én pedig az északi sark környékén is lesz egy boldoggá tevő jelensége, a hold árnyéka végig vonul a földön. Nézzük meg ezt a dolgot. Nappali oldalon bejön ott szépen a holdnak az árnyéka, egy gyűrűs teljes napfogyatkozás az északi sarkon keresztül lejátszódik szemfüles megfigyelők, ami azt jelenti, hogy van a szemük, és akkor előttük van egy nagy fül, tehát szemfüles megfigyelők észrevehetik, hogy itt ez az árnyék határa, az valójában Magyarországot is lefedi. Ha hát nem véletlenül érezzük ezt. Budapestről a maximális fázis idején ténylegesen bele fog harapni a napkorongba a holdkorong. Hát nem azt mondom, hogy ez, lesz, hogy ez egy olyan jelenség, amiért tényleg Milliók fognak mondjuk Budapestre, vagy az ország északi területeire vándorolni, na megnézzük meg ezt a jelenséget. Nyilván egy teljes napfogyatkozás, ami az egész égboltnak szerintem a gyakorlatilag a legszebb eseménye, vagy legalább a top kettő esemény egyike, az nyilván az az igazi. De az, hogy működik az égi mechanika, és a Föld-Hold nap nagyjából együtt áll, egy vonalba esik, azért június 10-én alapvetően mégiscsak látványos demonstrációt fog kapni. Ha haladunk előre, akkor augusztusra remélhetőleg nem lesz koronavírus harmadik forduló, és akkor lesznek újra nyári táborok. Ugye erre már most kaptunk finanszírozást, lesz észlőnevelő tábor, amit ugye a magyar csillagászat nonprofit KFT fog majd szervezni, Nemzeti Kultúrás Alap támogatásával, illetve a Nagy Tábor, ami most az elmúlt években, ugye mind Tarjánban, a német nemzetiségi táborban hozott össze egy-egy évben akár 3-400 amatőr csillagászt. Ezt mindenképpen nagy, Elvárakozással várjuk, hogy egy ilyen eseményen fiatal és öreg nappal és éjjel távcsőben néz és tanul és, és tükröt csiszol, és előadásokat hallgat, Szocializálik, tehát mindent csinál, amit a koronavírusos 2020 nem engedett meg. Hogy 2021 meg fog -e engedni, hát majd térjünk vissza az élő csillagászat a negyedik évadjában, nagyjából egy év múlva. November 19-én, ezt már csak az érdekesség kedvéért mondom, elkezdődik egy újabb fogyatkozási szezon, lesz egy nagymértékű részleges holdfogyatkozását, lényegében Észak-Amerika, Csendes-óceán, Kelet-Szibéri, Ausztrália, Új-Zéland, Dél-Kelet-Ázsia, Szigetvilága, ott lesz majd többé-kevésbé megfigyelhető, tehát Magyarországról ez nem lesz látható. Én például Ausztráliában nagyon szívesen elutaznék, hogy ezt leészleljem, de adott esetben akár tájföld, hát, hát nem, jó, jó, lesz Indonézia is. Szóval ami a ami lényeg, hogy ami ugye be fog következni november 19-én, az, az hogy a föld árnyék kúpjába gyakorlatilag tényleg majdnem teljesen bele fog merülni a holdkorong. Egy inci, inci, finci, egy hangyapattanásnyi éppen csak, hogy ki fog lógni a föld árnyékából, tehát ezért aztán végül is részleges holdfogyatkozás ez de mindenképpen 2021-ben ez lesz a legszebb fogyatkozás, ha úgy tetszik. Holdfogyatkozás mindenképpen. Napfogyatkozások, azok szebbek, de azok meg nagyon macerás helyeken lesznek. Mához egy évre és két napra, pedig megint csak napfogyatkozás lesz, csak most nem az északi sarkon, hanem a déli sark környékén, az Antarktiszon fog átmenni majd a hold árnyéka, a föld felszín, itt egy ilyen animált kép is, hát igazából fogalmazunk úgy, hogy nagyon merésznek és bátornak kell lenni ahhoz, hogy az ember ténylegesen meglátogassa az Antarktiszt, gyakorlatilag el kell menni a déli sarkig, hogy ezt megnézhesse valaki. Ugye ott akkoriban nyár lesz, és hát emlékeztetnék rá, hogy az Antar mondjuk a déli sarkon a nyár az egy ilyen finom, meleg, mínusz 20-30 fokos hőmérsékletnél van, ugye télen van mínusz 70-80. Ezért nem annyira rövid nadrágos az a nyár, ami az Antarktiszen várni fogja december 4-én 2021-ben a napfogyatkozást észlelni. Kívánókat! Az biztos, hogy a pingvinek és az antarktisz kutatók nagyon látványos dolgokat fognak látni majd a déli kontinensen. És a konklúziója ennek az előretekintésnek a 2021-es nem is lehet más, mint amivel kezdtem a csillagos égbolt mindenkié. Fiatalé, öregé, férfié, nőé, ilyen színű, olyan színű, ilyen nézetű, olyan nézetű, teljesen mindegy, a csillagos égbolt mindenkié. Most jön egy karácsonyi időszak, nyugodtan lehet csillagászat évkönyvet is venni ajándékba, nyugodtan lehet távcsöveket is venni, a magyarországi távcsőboltok honlapjai nagyon jó tanácsokat lehet találni, hogy milyen műszert érdemes venni, hogyha valaki szeretné meglepni szerettét. Ennek utána kell egy kicsit nézni, ugye a Schwabhé csillagvizsgál, a Magyar Csillagászat Egyeset szakember is adnak tanácsokat műszerbeszerzéshez, de szerintem a fő üzenet az mégiscsak az, az égbolt mindenki, és 2021-ben próbáljuk meg mindent megtenni, hogy minél többet lássunk. Hogy? És lesz tanfolyamunk is. Hát az majd egy másik kérdés. Azt majd akkor fogjuk promózni. Mielőtt befejeznénk, még azért van néhány záró gondolatom. Ugye most már ez a 20. alkalom, hogy egy ilyen CFK, Kongoli, Schwabhegyi, MCE, mindenféle mi a franc van, és nevek ott mellett. Én szerettem volna egy valódi csoportképpel megmutatni azt a stábot, aki az elmúlt két évadban 20 részen keresztül segített, hogy ez a műsor létrejessen. Hadd tűnjek el, mert én nem kellek tényleg. Már főleg csak az azért sem, mert ott vagyok fönn bal, bal felső sarokban. Tehát egy belőlem Bőven elég. Tehát a nevekhez társítsunk most arcokat, és hát ne, talán nem fogok senkit megsérteni, ezért megpróbálom a fontossági sorrendben. Tehát nyilván én kis László, az én vagyok itt balra fönn. Az ötlet, a műsor, a prezentációk összerakása, egy kivételével, az mindig az én munkám volt. Tehát nyilván a hátamon viszem a műsort. Alattam Karajos Édo a látható, akit gondolkodom, hogy behívok ide, hogy megmutassam, de, de ő biztos, hogy tiltakozik. Látom minden, hogy röpködnek a tincsei jobbra-balra, hogy bolgár módon mond igent, tehát tiltakozik. De mindesetre nélküle, mint rendező, asszisztens nélkül ez a műsor nem jött volna létre. Tőlem jobbra látható kis áron, rendkívül boldogan és vigyorogva, ugye a Schwabhé csillagvizsgálót működtető magyar csillagászat nonprofit KFC-nek az ügyvezetője. Ő az, aki mondjuk így, hogy az ötleteinkre szokott reflektálni, és adott esetben korrigálni ezeket az ötleteket. Nemrégiben csatlakozott a csapat az Ádám Adrien, aki relatíve minor kontribúciókkal járult mindeddig hozzá a műsorhoz, de mindenképpen érdemes megemlíteni az ő nevét is. Már csak azért is, az ivar arány legalább kettő a négy arányban egy viszonylag egészségesé teszi ezt az eloszlást a stábon belül. Oszlopos tagunk Szabó Norton Oliver, itt jobbra lent ez a fiatalember, Igazából a komment folyamnak a legaktívabb figyelője és legnagyobb kitartású őrzője, gondozója az ő. Mellette pedig Rózsa Egyi Márton, a Csillagászat és Földkutatás, Csillagászat és Földtudományi Kutatóközpont projektmenedzsere, mellette pedig ugye a Schwabhely Csillagvizsgáló oszlopos tagja, aki szintén a komment folyamoknál szokott nagyon derekasan helytállni, illetve a műsor kapcsán szokott ténylegesen kreatív ötletekkel jönni. A svápai csillagvizsgáló nem adja föl a koronavírusos karanténkorszak idején sem, és itt most megint csak egy zárójeles megjegyzés. Ugye lehetne most sírni, ríni, nem tudom micsoda. Mi szeretnénk azt gondolni, hogy a normalitás parányi szigeteit fönn kell tartani még ilyen zőrzavaros időszakokban is, mint ami most van. De ebben a műsorban is nem szoktam a koronavírusról beszélni, mert, az embereknek legalább adjunk egy kis 45 perces szabadságot, egy kiszakadást, a szürke és vírusos hétköznapokból. A Svápi csillagvizsgás egy évvel ezelőtt, pont egy évvel ezelőtt nyitotta meg a kapuit a látogatók számára, és aztán márciusban be is zárt. Aztán nyáron tartottunk nyitvatartásokat, és aztán megint jött a vírus karantén, és megint nem vagyunk nyitva. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ez az elindult kezdeményezés mindenképpen megérdemli, hogy folytassuk. És igazából jó hírem van. December 13-án egy új platformra költözik a Svábhegyi Csillagvizsgáló. Kvázi online módon látogatható lesz. Ugye egy megfelelő technikai háttérrel, megvásárolt belépőkkel, előadás sorozathoz lehet hozzájutni. December 13-án az év legütősebb meteor hullásait fogjuk áttekinteni a Gemenidák meteorrajról. December 20-án a Betlehemi csillag titka csoda vagy valóság? Teszi fel, majd előadunk a kérdést, és remeltek, ami választ is fog rá adni. Lőrinc L. László könyveit idéző címmel jön december 27-e, a legyőzhetetlen nap ünnepe. Ez körülbelül az őrült, mi ez, amik ott a, a, vannak a Himalájában, akik az, az, őrült kolostor rejtélyet az őrült sámánok rejtélye ennek a megfelelője, a legyőzhetetlen nap ünnepe, nap napünneplés a téli napfordulón, tehát még egyszer december 27-én, és december 29-én apokalipszis, csak nem most, címmel fogunk egy online előadást közvetíteni. Előadóink között neves emberek találtok, hiszen van nevük. Boldog Ádám balra fönn, utána kis Áron, aztán említeném Sós Benjamint, illetve Szabó Nortont, tehát négy szép névvel ellátott neves előadó, akik így a de de decemberi időszakban fölvállalják ezt a Galaxis Uti ha jól emlékszem, ez ezen a néven fut, ez az online előadó. Galaxis, köszönöm szépen, itt súgnak hátulról a Galaxis Uti as a Schwabhegyi Csillagvizsgáló online mi? Magazin műsora? A ön online műsora. Terveink szerint a reakciókat elemezzük majd, de minden esetre terveink szerint januárban egy tíz részes sorozattal fog majd ez a dolog folytatódni. És mielőtt áttérünk a kérdések diszkutálására, hadd emlékezzek meg arról, hogy az élő csillagászat folytatódik, már mondjuk ennél szép arcokat nézegessünk, az élő csillagászatra is ma kitűztük a folytatást, tehát lesz harmadik évad hiszen a Lacika rákattant, mint nem, most nem akarom ugyanazt hasonlítani múlt héten. Tehát rákattantam, maradjunk ennyire, mint mondjuk így azt, hogy közéleti szereplő a finom, meleg vendéglátóipari helységekre. Tehát a lényeg az, hogy rákattantam erre a műsorra, tehát mindenképpen lesz harmadik évad, jelenlegi terveink szerint február harmadikán kezdünk, ugyanígy szerdánként este 8-tól, 10 részsel április 7 ig amikor majd elé neklem némi tudatmódosító szer elfogyasztás után, hogy április hét, kedves ünnepünk, harmadik évad végét te hoztál nekünk. Na tehát, az Életcsillagászat csillagászat kislászóval második évad előadás szekciója véget ért, me oda megyek a géphez és megnézzük, milyen kérdések érkeztek. Azt mondja, hogy ezt itt be kell forgatni, ezt így ide, de nem ennyire, ha Istenem! Ezzel itt mindig bénázunk. Miközben eljutok a kérdésekhez, mondanám is kedves nézőinknek, hogy már vannak a fejünkben koncepciók új típusú megvalósításra, új típusú eloszlásra, új, minden új típus. Ugye a második évad is nagyon másmilyen lett, mint az első évad, és szerintem jobb lett. Ja, ezt, hogy kell ezt a linket? Hát a... Borgulja Péter ufó, Hello. Napfoltos fotókhoz kapcsolódóan lenne egy kérdésem. Vannak a napon hagyományosan aktívabb területek? Úgy értem, az egyenlítő környéke, vagy a pólusok esetleg nem lehet ilyen eltérést megfigyelni. A kérdés nagyon jó, van rá, válaszom is. Ugye a napfolt ciklus 11 éves lefutása alatt van egy nagyon karakterisztikus napfolt föltűnési hely változás amikor elindul egy új napfoltciklus, először magasabb naprajzi szélessége jelennek meg a foltok, aztán eltűnnek, vagy visszajönnek néhány forgás, és aztán eltűnnek, és jönnek az újabb foltok, és ez egy ilyen 11 év alatt egyre közelebb és közelebb kerül a napi egyenlítőhöz. És ezt így, ha egymás után fölrajzoljuk sok év alatt, hogy milyen szélesség, naprajzi szélességén tűnt föl egy folt, akkor kirajzolódik egy ilyen éjszakon délen nagyjából szimmetrikus, bár van némi aszimetria, egy ilyen lepke szárnyakhoz hasonlító diagram a napfoltok eloszlásába, ezt hívják a napfizikusok pillangó diagramnak. Tehát eleve van egy ilyen szisztematikus dolog, hogy hol tűnnek föl a napfoltok. A másik kérdés, hogy vannak-e vajon aktív hosszúságok? Tehát miközben differenciálisan forog a nap, ami azt jelenti, hogy az egyenlíténél gyorsabban megy körbe, mint fölül, tehát egy ilyen, ilyen öh, föltekered, hát gázmassza, egy ilyen öh, massza. A, mit akartam mondani? igen. A, közben ugye lehet követni azt, hogy hogyan megy, hogyan megy, a naprajzi hosszúság a forgás közben, és az aktív hosszúságok témakörre az azt vizsgálja, hogy vannak-e kitüntetett hosszúságok, ahol gyakrabban vannak napfoltok. Ezzel kapcsolatban nekem olyan emlékeim vannak a szakirodalom olvasásából, hogy vitatott a téma. Más csillagoknál, ahol például egy közeli bolygó, vagy egy közeli törpecsillag módosítja akár a csillagforgását, akár a csillag és dinamóját, ott elég egyértelmű jelei vannak az aktív hosszúságok létezésének. Tehát, hogy mindig ugyanaz. Tehát, mint hogyha mindig Londonba pöffenne föl, ha föld lenne a nap, és akkor aktív hosszúság, mindig Londonba jön föl egy napfolt. Nem pont így néz ki a dolog, de ha valami hasonló. Tehát a lényeg az, hogy más csillagoknál sokkal meggyőzőbbek a bizonyítékok arra, hogy vannak aktív hosszúságok. Aktív szélesség pedig ugye egyenlíté felé mennek a napfolt ciklus közben. Szűz Zoltán a marsról visszaverődő napfény színképet a marsi légkör nem befolyásolja? Hát dehogy nem! De a marsi légkör annyira ritka, ennyire ritka, hogy tipikusan földi mars légkör észlelésre a Kanada-Francia havai 3,6 méteres átmérőbe teleszkópot szokták használni. Tehát a marsi légkör ritkasága folytán a spektrumban meglenő jele, rendkívül gyenge, ahhoz nagyon sok fotont kell gyűjteni, és nagyon jó jelper per spektrumok kellenek, hogy valamiről egyértelműen azt mondjuk, hogy na, ez a marsó van. Segít egyébként, hogyha a sebesség a laboratóriumi hullámhoz képest egy éles vonalnak pont a mars sebességét adja meg, mert ugye a fény a Doppler effektust elszenvedi a visszaverődés közben is, de az ettől jobb fölbontású spektrumok szükségesek. Nem lehetetlen a marsi légkör színképét felvenni, nem van szó, de azért alapvetően nap, nap, visszavert napfényt látunk a marson. Ilyen amatőr eszközökkel. Orosz Péter, a nap vizsgálta az félig tükör is használható? Hát én nem félig áteresztő tükröt, én szinte egyáltalán nem áteresztő tükröt használnék. Tehát a fénynek a 99,9999%-át is, tehát ez a klasszikus kormozott üveg, CD, ha még valaki tudja, hogy mi az, de inkább jobb lehet venni, tényleg bemegy az ember egy távcsőboltba Budapeste, de még szerintem vidéken is vannak optikai boltok, ahol ilyen napszűrő fóliákat lehet venni. Illetve ma már ugye igazából mindent az interneten vásárolunk, ilyet kell Bader napszűrő fólia. Az olyan, mint egy alufólia. Tehát tényleg egyszer a feleségem majdnem becsomagolta a reggelit a napszűrő fóliával, aztán szóltam, hogy az nem jó, mert az a, az a távcsőre való. Na mindegy, tehát ez egy ilyen alumínium, alum, alufóliára emlékeztet, ránézünk, és akkor azt elé lehet tenni akár a távcsőnek is, és akkor lehet nézni vele a napot. Tehát ilyeneket, tehát nyugodt, egy ilyen kis föltekert valamit, egy pár száz forint, maximum egy -két ezer forintért már lehet olyat, amivel tényleg biztonságosan lehet a napot nézni. Most az árról azért elbizonyított egy kicsit, de ez tényleg egy olcsó dolog. Borgulja Péter UFO nem hagyja magát. A Schwab-hegyi csillagvizsgálatban nemrégiben modernizált és üzembe helyezett földközeli kisbolygók felfedezésre optimalizált távcső nóvák felfedezésre is alkalmas, ha igen, szoftveresen is fel van rá készítve. Igen, ez nem a svápé csillag hanem a piszkés tetői observat, mert erről múlt héten volt egy ginop eseményünk. Jövő héten is lesz egy, majdnem elfelejtettem, december 9-én, szerda este 8-kor, ugyan élő csillagászat már nem lesz, de itt fogom majd tártani a számot. de csak műsorvezetőként akkor is majd arról a projektről lesz egy négy éves eredményeket áttekintő esemény. Szóval azt, hogy a piszkés is mit távcsolja, de igen, 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 használható novák keresésére is. Most a konkrétan, aktuálisan fut is egy program, ami nem a tejútrendszerben, hanem az Andromeda ködben, az M33 triangulum ködben, és ha jól emlékszem, az M81 is rajt van az észlelési listán. Krisztián, ugye rajta van, majd egyszer megmutatom meg ezt a videót. Tehát a lényeg az, hogy három galaxis közeli galaxisban is készülnek képek, és akkor az egyik egyetemistánk elnyert egy új Nemzeti Kiválóság Program pályázatot, Fát fogja vizsgálni ezeket a képeket, extragalaktikus. Nóha-robbanások no, után kutatva. Na, nagyon is jó használt az eszköz rá. Csománé, gyöngyösi kinga. Mit jelent a 6 ív perc? Mit jelent ez a mértékegység? Hogyan kell mérni? Két megközelítés van. Az egyik a nagyon tudományos, a másik az érthető. Egy teljes kör, 360 fok. Ebből egy fok, az 60 ív perc, egy évperc, 60 évmásodperc, tehát a teljes kör szögként nézve 3600 évmásodperc. perc. egy fok az 3600 ív perc, és főként szorozni 360, hogy megmondjam, hogy hány évmásodperc a teljes kör. De ez, a, ez a, ez a tudományos számokba elveszünk. A hold korongja és a nap korongja egyaránt fél fok az égen. A fél fok, az 30 ív perc. Átlagosan kicsit különböznek a 31-32 ívperc mindkettő nap is, meg a föld, nap is, meg a hold is, de jó, falura jó lesz ez. Tehát 30 ív perc, még városa is. 30 ív perc a holdkorom. A 6 ív perc a 30-nak egyötöd része. amekkorának látszik a nagy fehér tepsiképű teli holdkor az égen, annak a felét elképzeljük, az 15 ív perc, és annak még a harmadát kell elképzelni, na az a 6 ívperc tehát szögtávolságokat, tehát az égen a távolságokat, egymástól az égi testek milyen messze látszanak, azokat szögekben fejezzük ki, és a hat ívperc perc az a teleholt korongjának az egy ötöd része. Koltai Gábor, mi a helyzet az 1A szupernóvákkal? Köszönjük szépen, jól vannak időnként, robbannak egyet. Csillagászok. Megmérik őket, és cikkeket írnak. Két dolgot hallottam, az egyik, hogy a fehér törpe anyagot szipkáz a társától, és 1,44-nél jól felrobban. A másik, hogy két fehér törpe ütközik össze. Koltai Gábor, nagyon jól hallotta, mind a kettő elképzelés működik, aki nem hallotta egyiket, és annak magyarázatként fehér törpék, energiát már nem termelő csillagtetemek, a napunknak a magja is egyszer így fogja végezni. Ezekben energiatermelés nem zajlik, nagyjából föld méretűek, és van bennük olyan nagyjából egy nap tömegnyi anyag. Ha van egy kísérő csillag, égítest, akkor attól képesek anyagot folyamatosan elszipkázni, mint egy vámpír. Tehát elszívja az anyagot a kísérő csillagától, közben hízik, mint az ember is, aki sokat eszik, és ha elér egy bizonyos határ tömeget, akkor az addig egyensúlyt biztosító elfajult elektrongáz nyomása már nem lesz képes ellenállni, és akkor összeomlik az egész. Az összeomlás során pedig a benne szén, oxigén pedig beindul, beindítja a magasabb fúziós reakciókat, szén, oxigén, szilícium, meg mindenféle vacak keletkezik, és akkor az egész egy gigantikus termonukleáris robbanásba szétrep. Ez a normál csatornája az egyáltalán típusú szupernováknak, ami arra épül, hogy a Csandaszekár fel határtömeget elérve összeomlik egy fehér törpe. Mi a helyzet akkor, hogyha van két fehér törpe? Mondjuk ez 0,8 nap tömeg, ez meg egy nap tömeg fehér törpe. Egymás körül keringenek, keringésük során gyorsul tömegek, gyorsul tömeg gravitációs hullámokat sugároznak ki, csökken a pályenergiájuk, szépen spiráloznak, egy után összeütköznek és összehaladnak. 0,8 plusz 1 egyenlő 1,8. 1,8 nagyobb, mint 1,44 a csandveszek határtömeg. Tehát összeadó fehér törpéknél átmenetileg létrejöhet egy szuper csandraszekár fehér törpe szerű, ami nyilván azonnal összecuppan és összerobban, összeroppan és fölrobban, ezért aztán az típusú szupernováknál van egyfajta diverzitás, egy különbözőség, többféle, többféle szerűség, amit pontosan azzal magyaráznak elmélészek, meg megfigyeléseiket kétségbe esetten megmagyarázni kívánó empiristák, hogy hát lehet egyes típusú, egy típusú szupernova. Így is, meg lehet úgy is. Hogy hogyan teszünk különbséget a kettő között, ez még nem világos. De mind a kettő létezhet módszerként. Kunstár Rihárd. Szia Laci! Szia Rihárd! Egy korábbi eladáshoz tartozna a kérdésem. A kilencedik bolygónál került szóba, hogy esetleg fekete lyuk lehet. Nem a feltételezés fontos, hanem utána hangzott el, hogy ez néhány 5-10 föld tömegű. Ha lehetséges, ilyen kis tömegű fekete lyuk az hogy és milyen csillagból, égitesből alakulhatott ki? Itt kicsit keverednek a dolgok. Az 5-10 föld tömeg, az a becsült tömeg. A senki nem mondta, hogy fekete lyuk, csak azt mondtuk, hogy 5-10 föld tömeg. Vannak elborult tekintetű, de természetesen rendkívül okos elmélészek, akik azt is föl tudják tételezni, hogy az elméletekben nagyon könnyű, mert a papír mindent elbír. Tehát az elmélészek között vannak olyan többé-kevésbé elborult tekintetők, akik képesek azt mondjuk, vannak azt apostrofálják, hogy, vagy azt posztulálják, hogy az ősrobbanáskor hát adott esetben ilyen primordiális lyukak is létrejöhettek. Tehát, hogy ezek a föltételezett kis tömegű fekete lyukak, ezek nem csillagok tetemei, mint egy normál becsületes két nap tömegű fekete lyuk, vagy öt nap tömegű fekete lyuk, hanem az ősrobbanás során jöttek létre. Hogy létrejöhettek-e az ősrobbanás során ilyen primordiális, tehát ilyen ős eredeti fekete lyukak, azt én biztosan nem tudom. Csak közvetítem ezt az információt válaszként erre a kérdésre, Mondom, a papír sok mindent elbír. Kozma András, tudtam, hogy ezt a kérdést valaki... Oh, tudtam, hogy ezt a kérdést valaki föl fogja tenni. Kérdés, ha a top kettőben benne van a teljes napfogyatkozás, ön szerint mi a másik? Ugye napfogyatkozást láttam teljeset kettőt is már. Ismerek kollégákat, akik hármat, négyet is láttak, és mindenki azt mondja, hogy a második után az ember tudja, hogy élete végig turista lesz. Tehát egy teljes napfogyatkozás az, az tényleg mindent lenyom. Hogy a másik az mi lenne, tehát ha a saját 30 éves távcsöves, meg nem szabadszemes észlelésemre gondolok, én azt gondolom, hogy a, egy jó északi szélességről egy nagyon durva sarki fény, ami mondjuk a skandináv félszigeten megfigyelt. Tényleg valamelyik nap is az egyik kolléga átdobott egy videót, hogy egy ilyen, de megnéznék, hogy kiment az ember a és ők tényleg szinte nappali, nem nappali fény, de nagyon-nagyon föltűnően a zöld sarki fény Norvégiából valami. tehát Én azt gondolom, hogy amikor az egész eget áthatja a sarki fény. Tényleg az ember nem csak úgy az ember, vagy oda képzeli, vagy nem, vagy ott van, vagy nincs, hanem úgy tényleg, amikor úgy, amikor úgy ardít a sarki fény, mint én. Na, az szerintem jó eséllyel top 2, de azért meg, egy megosztott top 2 hely, tehát második helyet adnék egy nagyon erős meteorkitörésnek. Az 1998-as Leonidák tűzgömb kitörés, ami november 18-án hajnalban reketté tett, mert egy órán keresztül annyit ordibáltam, hogy a végére teljesen elment a hangom. Folyamatosan ömlöttek a fényesebbnél fényesebb tűzgömbök. Volt olyan, hogy egyszerre a sarkcsillag mellett négy tűzgömb nyom látszott. A leghalványabbak is fényesebbek voltak, mint a Sirius, az egész ég volt legfényesebb csillaga. Na, az egy olyan kitörés volt, az egy olyan látvány volt, hogy tényleg, nem akarok itt, mert tudom, hogy vannak gyermekek is, akik nézik, tehát nem akarom magamat teljesen a el, vad, elszabadult vadbikává transformálni a lelkesedésbe, de az nagyon jó volt. Tehát napfogyatkozás, nagyon brutális sarki fény, tényleg, ahol az ember felfölt a világít, és egy nagyon erős metearkitörés. Ezek mindenképpen, és a top 2,9. helyre oda tenném a nagyon fényes üstököst. Nekem volt szerencsém a Mekno üstököshez 2007-ben, 50 fokos csóvája volt az égen. Hát az fantasztikus volt. Ausztráliából láttam, Katumbából, tej, tökéletesen sötét égboltól, tehát ez, az nagyon jó volt. Matusek Marcel. A hold, a föld keringési pályára szöget zár be. Hány fok ez? Igen, szöget zár be, de nem ez az összes bonyolítás. A hold mozgása nagyon nem bonyolult. A föld pálsékehez képest a hold pálsékja 5 fokos szöget zár be. Ami azt jelenti, hogy az ekliptikához képest 5 fokkal lehet éjszakabbra is akár, meg 5 fokkal lehet akár délebre is. Ezt figyelembe véve, amikor a leg, és, és, a hold pálya maga a föld körül körbe körbefordul, ezért aztán nem mindig ugyanott lesz az égen az az ötfokos kitérés az ekliptika képest. A legszélsőségesebb esetben, hogy amikor a ekliptika északi, legészaki pontjához képest még 5 fokkal északabbra van, akkor majdnem a fejünk fölött 70 fok, 70 foknál is magasabban van a hold a fejünk fölött. És emlékszem egyik évben, a 2000-es évek első évtizedében, amikor a mínusz 23 fokos deklinációnál volt még 5 fokkal délebre, mínusz 28 fokos deklináció, horgoson a családi, a szülői házam az udvarból nem látszott a hold, mert annyira alacsonyan ment a déli irányba, hogy a déli irányba első ház fölé nem jött föl a hold. Szegény szerencsétlen annyira nyomorúik volt, ez valamelyik éve 2007-ben, 8 ban volt, szeptemberben. Rémes volt. Tehát 5 fok, és ez az 5 fok, ez mindig máshol látszik az égen, az ekliptikához képest. Szabó Roland, szia Laci, szia Roland. Először is szeretném megköszönni nektek ezeket a szerdesti programokat. Csak egy kérdés, minden csillagásznak van kedvenc csillaga? Neked melyik a kedvenc csillagod? Annak a csillagásznak van kedvenc csillaga, aki csillagokat vizsgál. Bocsánat, ezt muszáj így mondanom, aki mondjuk kisbolyókat fedez föl, azt szerintem messziről tesz az összes csillagra. Minden még ameddig föl nem robban egy a képén. Vagy valami máski nem, de róla. Hogy nekem van-e kedvenc csillagom... Általában az szoktam mondani, mert azt 30 éve követem a lelki világát, de van, van nagyon sok csillag, amit szeretek. Ugye én tényleg az a klasszikus stelláris, astrofizikus vagyok, aki alapvetően és legjobban a csillagokhoz ért. És ugye amatőr csillagászként is ugyan 89, 90, 91, 92 ben mindent is lerajzoltam a 10 centis távcsövemmel, azért alapvetően mégiscsak a változó csillagokba szerelmesedtem bele, mindmáig ható hát örömmel. Úgyhogy továbbis az EU-ban a legkedvenc csillagom, de ne kérdezzek meg senki, hogy miért, azért mert csak, mert jó neve van. Vannak egyéb privát oka is, de azokat nem mondom meg. Azt mondja, hogy Lupták Norbert, lehetett már olyan a történelmi időben, ú, mennyi kérdés, pörgetnem kell, mert már 70 perce beszélünk. 5 perc múlva befejezzük, bárhol is járunk. Lehetett már olyan a történelmi idő, amikor az összes bolygó egy vonalban Ezt a kérdést föl szokták tenni, szerintem volt ilyen már, de és akkor mi van? Tehát nem érdekel. Tehát biztos volt ilyen, de és akkor mi van? Konstantin Wolf. Tudsz Budapest környékén kocsival max. 20-30 percet elérhető viszonylag fényszerzésmentes ahol nyugi is van kipakolni és megfigyelni? A hármas határhegy az meglepően jó egyébként. Tehát magasan van, és akkor ténylegesen relatív vannak jó, nagyon jó kilátási helyek, ugye amikor tavaly télen volt egy teljes holdfér, vagy tavaly év elején, tehát 19 én volt egy teljes holdfejtkozás, akkor a hármas határhegyre mentünk föl. Az nagyon sokszor kiemelkedik a városi ködből. De ugyanígy a Zsámbéki medencét nyugatra, ugye Budapest, az viszonylag közel van, elérhető, és ott vannak nagyon jó kipakolós helyek. Arra kell figyelni, hogy az ember ugye most a karanténvírus időszakban 8 óra után már ne legyen kint. Belső Zsuzsanna, laikusok, mint én, hogyan vadászhatunk aszteroidára? Van hozzá szoftver, valamilyen program? Távcső, CCD, astrometrika. Ez a három kulcs szó erre a... a, a, a szoftver az az astrometrika. Helmut, Herb, nem, Herbert Ráb, osztrák amatőrnek a évtizedek óta fejlesztett szoftvere. És kell az egy jó CCD, meg egy jó nagy, át, nagy átmérő távcső. Kocsi Zsú. Szia Laci, szia Zsú. Bocsánat, ha a kérdés nevetséges. Nincsenek rossz kérdések, csak rossz válaszok. De engem az érdekel, hogy a műholdakat és egyéb megfelelő eszközöket hogyan hozzák vissza a földre. Ha egy égítes segíti a pályását, akkor onnan hogyan lehet visszatéríteni? Sehogy. Ez ilyen egyszerű. Tehát amiket ki kidobunk, az soha nem jön vissza. Tehát, ugye a Kepler űrtávcső az a napköli pályán úgy kering, hogy minden évben egy évet lemarad a földhöz képest az azt jelenti, 2009-ben indították, 2061-ben, pont amikor a héli istok is már visszajön, a Kepler megint itt lesz a Földnél. Hát akkor majd befoghatjuk. Na, ezek alapvetően onnantól kezdve elhagyják a Földet, gyakorlatilag űrszemétnek tekinthetők, kivéve a, szó, a kivéve azokat a bolygószondákat, meg holdszondákat, amik mintákat hoznak vissza. Ugye a japánok, a Riyugu kisbolygóról, ugye a Vombard széket alakú kisbolygóról most hoznak éppen vissza mintákat. Az amerikaiak, a kis a kisbolygóról majd jövőre vagy két év fognak visszahozni mintát. Ugye a kínaiak, már jövő héten itt lesz a visszahozott holdkőzet, ha minden jó megy. Tehát alapvetően nem hozzák vissza. Tehát nem nevetséges a kérdés, nem gondol bele az ember, hogy tényleg ezeket a dolgokat igazából kihajítják utána. Kozmandrás. Más csillagokon levő napfoltokat milyen módszerekkel mérjük? A csillagok fényességére gyakorolt hatásukon. Jellemzően van egy csillag, vannak rajta sötétebb vagy világosabb foltok, forog a csillag, a felénk a földi megfelelő felé beforduló sötétebb foltoktól halványabbá válik a csillag, a fényesebb foltoktól fényesebbé válik a csillag, a forgási periódussal fénygörbét tudunk kimérni. Ennek nagyon ritkán érje el a néhány százalékot is akár az amplitudója, tehát ez jellemzően az utóbbi tíz évben berobbanó, beröffenő asztrofizikai motor volt, amit az űrteleszkópok, a Kepler, a TESZ űrtávcsövek, hát mondjuk így nagyon nagy mértékben megdobtak, mert rettenetesen sok például naptípusú csillag foltok általi okozott fényesség változását tették megfigyelővé. Vannak egyébként spektroszkópai módszerek is, mert a foltok a színkép vonalakban is megjelennek. Tehát mindenképpen valamilyen elektromáris és színképet detektáló műszerrel kimutathatóak a foltok. Fényesség csökkentő hatása. Ferenci Levente. Észlelt már az emberiség naprendszeren kívüli napfoltokat? Igen, erre pont erről beszélt. Tehát általában a naphoz hasonló csillagokon kimutathatóak a foltok. Kálmán Csizi. Lehet tudni, az Arecibo acélkábeli miért szakadtak el? Elsősorban az első kábel szakadás érdekelne, hogy miért szakadtál. Bocsánat, erre nem én vagyok a jó szakértő, soha nem jártam még Arecibo, nem vagyok van az arecibo műszaki vizsgálatban, én azt gondolom, hogy azért, mert már öreg volt. Tehát a öregecskedő rádióantenna tartó szerintem tíz évente érdemes fiatalabbra cserélni, hogy parafrazálják egy közéleti személyiséget a közelmúltból. Sipka János István. Egy utolsó kérdés az évad zárása. Mi volt Kislászónak a legutolsó meglepő újdonság a saját szakterületén? Erre tudok egy nagyon jó választ adni. Hogy most dolgozunk Szabó Gyulával. Ezt kérem ide ezt. Szabó Gyulával dolgozunk most egy cikken, ahol azt fedeztük föl, valójában Gyula fedezte föl, aztán én is okoskodtam hozzá, de nagyon örültem, hogy meglepődhettem és meglepődtünk egy fényes görögbetűs csillagnál felfedeztük azt, hogy a csillag forgása és körülött egy közeli bolygója rezonanciában áll. Tehát a csillag forgása és a bolygó keringés ideje tud egymásról. Tehát nem véletlenszerűen osztanak el, hanem 7-4 rezonanciában állnak egymáshoz képest. Ez egy, ez egy nekem mindenképpen meglepő dolog volt, és örültem, mert hogy megmutatta azt, hogy a Keops űrtávcső az nagyon jól működik. Ettől többet nem árulhatok el. Majd amikor cikkünk lesz. Csider Krisztián, kedves Laci, mondjad Krisztián! Van esély arra a közeli jövőben, jövőre, minimum olyan látványos üstökös észlésé, mint az idei Neowise volt? Mennyi az az idő, amikor már lehet észlelni a naprendszerbe érkezett egy új, az ortfelhőből jövő objektumokat? Krisztián, nem tudom, hogy mikor jön. Az idei összes üstökös parádé tökéletes meglepetésként érkezett. Tehát ez olyan, mint a lottó. Vagy olyan, mint a, nem is tudom, a vakrandi, amikor megbeszélték cseten a minden részletet, már akkor szemben jön egy, 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 banyarém. Tehát ezt nem tudjuk. Tehát igazából a helyzet az, hogy nem tudjuk. Ez véletlenszerű. Most 2020 nagyon jó év volt az üstökösek szempontjából, az tény kérdés, viszont a kérdésben van egy jó aspektus, amikor elindul majd a Vera Rubin Observatóriumnak a Large Sina, hát most nem tudom a pontos nevet, az LSST, amikor elindult, tehát a csilei 8 méteres óriás teleszkóp, ami fölmér az egész csiléből látszeget, sokkal messzebbről már észlelni fogja befelé jövő ort felhős üstökösöket. Tehát a 2020-as években egyre jobbak lesznek az előrejelzések. Koltai Gábor. Ha mind a két módon lehet egyáltalán szupernóva, akkor távolság meghatározása hogyan használható? Na ez itt a két forintos kérdés. Ezen nagyon tudnak vitatkozni. Pontosan ez a probléma, az egyik fő probléma az egyáltalán típusú szupernóváknál, hogyha két csatornán is lehetnek a degenerált, a dupla degenerált, két fehér törpe, cupp és dur, meg a szimpla degenerált, amikor van egy fehér törpe, egy normál anyag, blüty, azok nem fölétlenül ugyanakkor a tömegnél robbannak föl. Tehát miért lenne akkor úgymond távolság indikátor az egyáltípusú szupernó? Ezen nagyon jól tudnak vitatkozni a téma szakemberei. Szerintem Vinko Józsefet majd rá fogjuk venni. Józsi, rá fogunk venni! Hogy te tartsál erről a témáról egy előadást, egy külön előadást, és ő sokkal szakértőbb választ fog adni majd erre a kérdésre, mint én valaha is tudnék adni. Én azt gondolom, hogy ezzel, itt, aj szép ez itt, ez itt a 24-es, nem, ez itt a 24-es kupola, aj de nehéz. Ez a kisebb kupolánk, az ott a nap fölül, az ott a nap fölül, ezek itt fák, ott van még egy édua is, szia! Tehát ezzel itt és most megköszönöm a ma esti figyelmet, jó le, én inkább ide, sokkal, jobb szedem ezt a kamerát, elköszönni is. Tehát ezzel az élő csillagászat Kis Lászlóval, a Sváphé Csillagvizsgáló online heti magazin műsorának a második évadja véget ért. Szünet jön, téli szünet jön részemről, a stáb viszont nem pihen, mint említettem, december 13-ától jön a Galaxis Utikalauz, a Sváphé Csillagvizsgáló online magazin műsora, ugye nem talán föltűnt az embereknek, hogyha megnézték a naptárjákat, ezek vasárnap esték lesznek majd, ha jól, jól sejtünk, az desz 13, 20, 27 mindenképpen vasárnap este, 29 az majd kedd, meglátjuk, hogy milyen fogadatása lesz ezeknek a műsoroknak, én mindenképpen azt tudom mondani, hogy ismerve előadóinkat, nagyon jó műsorok lesznek, tehát bátorítok mindenkit, hogy támogassa a kezdeményezésünket, hogy egy ilyen online térbe költöző, bemutató csillagvizsgáló is működhessen a Magyar Ugaron azzal, hogy adott esetben megveszi hozzánk a belépőt. Köszönöm szépen a figyelmet a mai rész során is, az elmúlt évad során is, és várok mindenkit vissza ezzel a műsorral 2021. február 3-án, szerző este 8-kor, Köszönöm szépen, jó éjszakát, sziasztok!